Itt van velünk a stúdióban Frank Barbara kolléganőnk, aki találkozott Leonardo DiCaprioval, Dudás Viktor filmszakértőt és Hevér Gábor színészt. Leonardo DiCaprio magyar hangját is szeretettel köszöntjük. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Jó reggelt! Ami engem a témával leginkább érdekel, nyilvánvalóan minden személyes történetet tudni akarok, hogy milyen Leonardo DiCaprio élőben, hogy végre megkapja az Oscar-díjat. Hát erről beszélünk már évek óta. Hát ha engem kérdeztek, nem tudom. Nem tudom. Hát sokszor meg kellett volna már, hogy kapja, de mondjuk Hollywoodban nem példanélküli az, hogy valaki ennyi ideig várt. Tehát ugye beszélgettünk itt a Gáborral, hogy Al Pacino például a 7. neki futásra kapta meg az Oscar-díjat, az Asszony illata című filmben nyújtott alakításáért. Ráadásul úgy, hogy előtte két keresztapa jelölése már volt. Tehát ugye ilyen szempontból DiCaprio-nak ugye ez a 6. jelölése, ha jól számolom, tehát még azért gyúrhat erre a dologra. Színészként, amikor szinkronizálod Leonardo DiCapriót, akkor őt milyennek találod? Mennyire a kvalitásaira vagyok kíváncsi, tehát hogy valóban színészként ezekkel a színész óriásokkal együtt mérhető? Szerintem nagyon jó színész lett, és nagyon jó színész is most már. Mindig jó volt, csak valami miatt rásütöttek egy bélyeget, ugye, hogy a szép fiú, meg a tini bálvány, meg az volt, hát onnan indult. Ez már nagyon régi. Hát de onnan van, de mondjuk azért az hordozza az ember még magával, ugye nem olyan öreg, még 41 éves, vagy 42 éves. És nehéz ezeket a sztereotípiákat. Hát igen, gondolom. Mondjuk a Wall Street farkasában azért ott volt melód, nem? Azért ott a szinkronizáció. Az igen, az volt. De szerintem abba elképesztően nagyot nyújtott. Tehát azért én ugye, ha jól emlékszem, én nem vagyok benne az Oscar-díj bizottságban, és akkor, tehát ezért nem tudom megmondani, hogy megkapja vagy nem kapja meg, de én azért én adtam volna neki. Még lehet, hogy tudok valamit intézkedni. Figyelj, nem tudom. Ilyen szinkronhanggal, ilyen fantasztikus színészi teljesítménnyel, mint amit te tudsz nyújtani, ne viccelj. Na és akkor jöhet az összes kulisszatitok. Milyen pasi ez a Leo? Ugye azt tudni kell, hogy én 5 percet töltöttem vele az együtt. Mert ez az Eredet című filmnek az interjúja volt 2010-ben, és most múlt héten Leo találkozott a pápával. Igen. És ez nagyon eszembe jutatta ezt az emléket, mert ugye láttam, ahogy egy kicsit így feszeng a pápa társaságába, vitt neki ajándékba egy képet, és emiatt is, nekem ez volt egyébként az első ilyen nagy sztárinterjúm, és vittem neki ajándékba egy plakátot, mert valamilyen korábbi interjúban láttam, hogy gyűjti a régi filmplakátokat. Még emlékszem is arra a Facebook bejegyzésedbe, kiraktad, ugye? Hát a közös fotót. A közös fotót. Neked mondjuk más volt vele találkozva, mert millió sztárral készítettél már exkluzív interjút. Ő volt az első, és nagyon-nagyon izgultam, egyébként nagyon közvetlen volt. Előtte ugye az újságírók együtt várakoznak arra, hogy belépjenek az interjúra. Mondták, hogy hát elég kedvetlen, nem szívesen beszél különösebb dolgokról, de mikor átnyújtottam neki, a Mephisto-nak a plakátját vittem el, dedikált a Szabó István neki, és mikor odaadtam, akkor végül is nyilván a gesztustól is nagyon kedves lett, és az álmairól kérdeztem, mert ugye az álmokról szól ez az Eredet című film, és ilyenkor egy kicsit a filmről is, meg a magánéletről is kell kérdezni, és nagyon sokat beszélt a környezetvédelemről. Na, egyébként nekem pont ez a pont az, amikor nekem Leonardo DiCaprio-ról a véleményem teljesen megváltozott. Hát nyilvánvalóan ti ezt tudjátok a színészi teljesítményét mérni, én ebben nem vagyok szakértő, de az, hogy mit tesz a környezetvédelemért, a klímaváltozás elleni küzdelemért, szerintem az nagyon jó. Remélhetőleg ez őszintén is hangzik, vagy nektek is, nekem az. Hát nagyon, amikor egy nagy társadalmi, nagy környezeti katasztrófa van, például ugye volt legutóbb az a nagy hurikán pusztítás a szigeteken, akkor is az első között 1 millió dollárral támogatta a katasztrófa sújtotta a területet, tehát ő folyamatosan jótékonykodik. Persze szokták mondani, hogy ez Hollywoodban egy ilyen állandó topik, hogy mindenki azzal kelti fel a figyelmet, hogy ő már pedig jótékonykodik, de én azt gondolom, hogy nála ez... Amikor ennyit keres az ember, ezt muszáj megtenni. De ez nála, én azt gondolom, hogy őre az egész hollywoodi dologra most már ilyen nagyon felülről így ránéz. Tehát szerintem még az Aviátornál, amikor ugye nem kapta meg a díjat, az még úgy nagyon-nagyon szíven ütötte, de szerintem azóta már ugye a kornak is köszönhetően szerintem már ő túltette magát ezen, és most már abszolút csak a szerepeknek és a saját életének él. Egyébként nagyon sokan Hollywoodban pont ezért ítélik el őt negatívan, és sokan azt mondják, hogy azért nem kapta még meg az Oscart, mert nagyon ilyen szép fiúként él. Tehát, hogy még mindig nincs családja, hetenként váltogatja a legjobb nőket maga körül. Ki nem tenné ezt az ő helyében most, elnézést? Rövid nadrág
van, minden nyeres. Biciklizik. Gábor, melyik filmjét szinkronizáltad elsőként? 20 éve a Titanicot. Az ott a legelső film? Igen, igen, igen. Olyan, hát akkor így érthető, hogy tulajdonképpen a és akkor mit gondoltál róla? A Csörög István, a film rendezője hívott föl, hogy itt van egy film, amit állítólag nagy siker lesz, akkor még nem lehetett ugye tudni, jelölgették Oscarra, meg nem tudom micsoda, és egy hosszú, és akkor, hogy rám gondolt, egyszer beköszöntem neki egy, valakit kerestem egy szinkron stúdióba ide a filmgyárba, és akkor ő mindenkinek elrakta a hangját, hogy milyen hangszíne van. És amikor ez megvolt, akkor azt mondta, hogy szerintem ezt neked kéne csinálni, ez volt az első találkozás. Na és milyen teli találat volt? Hát, azóta az minden filmet csináltad, ugye szinkronizáltad? Egyet nem. Melyiket? A Partot. Én azt hogy, hogy egy szabadságon volt ennyi? Nem, arra nem kértek föl, de egyet nem valami, mert 20 éve most már nagyon-nagyon sok filmet, igen. És őt is szeretem, meg a filmjeit. Bár a Visszatérőben olyan sok szövege nincs, nem láttam, de azt mondják, hogy... Nem sok szövege van, és annak is a fele indiánul van, úgyhogy indiánul kellett beszélni. Az igen. Minden megy. Az igen. Barbie, és amikor visszajöttél ebből a bizonyos interjúból, mégis, hogyha csak 5 percig tartott is, hány hónapig kérdeztek még a barátnőid, ismerőseit? Hát még ma is kérdezik. Még ma is. Vagy milyen pasi, hogy milyen... Legtöbben azt kérdezik, ki volt a legnagyobb sztár, és ha esetleg nem őt mondom, jó, de akkor meséld el, mi volt Leonardo DiCaprio-val. Ennyi. És ezt nem szoktad mondani, hogy a Robit is ismered? Hát de. Azzal is felvágsz hát azért, is ugye? Ja, de vele még nem készítettél ezt. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. De viszont néha szinkronizálhatnál engem. Te parancsolj. Hát mondjuk úgy erre be a stúdióba, és olvasd fel helyett a szövegeket. Köszönjük.